Nos, szeretettel köszöntök mindenkit! Mai vendégem Bába István, festőművész és az Artwise Galéria művészeti vezetője. Az interjúban kérdeztem a művészet iránti szeretetéről, a szakmai sikerekről és a jövőbeli terveiről. Tartsatok velünk! Nos, akkor köszöntöm is Istvánt a műsorunkban. Hello István! Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Nos, a Kolozsvári Képzőművészeti és Formafedetés Egyetemet végeztél, pontosabban a festések szakon. Miért döntöttél úgy, hogy ezt az utat választott tovább tanulás szempontjából? Miért pont ez a szak? Hát kényszerpálya volt, akkoriban úgy éreztem, hogy semmi másban nem vagyok jó, nem is lehetek jó. Úgyhogy egyedüli opcióként maradt a Képzőművészeti Egyetem. Az, hogy miért Kolozsvár, az is kényszerpálya volt szerintem. Ugye én Szatmárnémetiben végeztem a képzőművészeti gimnáziumot, és Szatmárnémeti sugarában semmi nincs, ami ezt biztosította volna, amit az itteni egyetem adott, úgyhogy ezért lett Kolozsvár, és ezért lett Képzőművészeti Egyetem. Uh-huh. Mióta van jelen a festészet iránti szeretet az életedben? Hát ezt a festészettel való kapcsolatomat nem biztos, hogy a szeretet jellemzi legjobban, legtisztábban, hanem itt teljesen más motorok hajtják az embert, vagy most általánosítok, lehet, hogy csak engem, de nem hiszem. Szerintem ez általánosan igaz a képzőművészekre, hogy nem feltétlenül szeretetből csinálják ezt, hanem van egy közlési vágy, amihez a festészet csak egy eszköz. És emiatt van az, hogy rengeteg képzőművész nagyon sok médiumhoz hozzányúl, mert nem mindig elég, vagy nem mindig célra vezető, pont a festészettel foglalkozik, vagy pont a szobrászattal. És akkor, hát, hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy mióta van jelen ez a szeretet, hát azóta vagyok kapcsolatban a festészettel, amióta bemutatták nekem, hogy mit jelent az, hogy vászonra, klasszikus technikával felvinni a festéket, és ezzel bizonyos hatásokat elérni, a valóságot mímelni, és aztán örvendeni, vagy bosszankodni egy nem sikerült kompozíció. Ez régóta van, hát amióta hozzájutottam ehhez a médiumhoz. Hát az a gimnáziumi, a liceumi korszakom óta igazából. Uh-huh. Tehát akkor nem volt szerelem első látásra. Hát nem. Lehet, hogy az volt, de nem biztos, hogy a szerelem vagy a szeretet az a legtisztább, a legjobb kifejezés erre a kapcsolatra, ami egy művész és az ő médiuma között van. Nem tudom, érthető. Uh-huh. Persze. Hogyan kezdődött ez a festészet iránti vágy? Hogyan megismerkedtél a lényével, és hogyan kezdtél be mozogni gyakrabban? Hát igen, tehát ez amikor ezt bemutatták, akkor ugye a tanáraim, az akkori mentorom, ott Szatmárnémetiben, akkor rátapintottam valamire, vannak benne bizonyos mélységek a klasszikus festészetben, ami engem abszolút megkapott. Tehát az a mélység, az a tárház, amit a képzőművészeten belül a festészet nyújt, kínál, az nagyon-nagyon tág. Tehát szinte bármit létre lehet hozni vele egy kétdimenziós felületen, és ez nagyon-nagyon megkapott engem. Uh-huh. És úgy érzem, hogy kézenfekvő. Tehát a felkészültségem és minden abba az irányba mutatott, hogy nekem ezzel kell foglalkozni. Innen a festészet iránti vágy, hogyha így akarjuk hívni. Nos, hát láttam több munkádat is, nagyon szép absztrakt példányok. Melyik volt a legelső profi munkád? Profi? Hát mit jelent pontosan a profi? Ezt ezt hogyan definiáljuk, hogy profi? Most ebben arra értem leginkább, hogy milyen volt az első kiállított munkád, amit professzionálisan is ki lett állítani galériában, megjelent hivatalosan is, hogy így mondjam. Hát ez így szerintem egyetem korszak alatt ér oda az ember, hogy ő maga felmerjen vállalni valamit, amit csinált. Vagy van, aki csak azután, van, aki már azelőtt, de voltak kiállításaim egyetem előtt is, de azokat, hogyha most visszanézek rájuk, akkor nem biztos, hogy most büszke lennék rá, de akkor nagyon az voltam. Tehát akkor én azt az akkori felfogásomhoz mértem, profinak tekintettem. Most már nem tekintem őket annak, de ez normális. Tehát az első olyan munkám mondjuk, amire úgy gondolok vissza, hogy most is felmerném vállalni, az szerintem az egyetem vége felé, vagy így harmadéves egyetemista koromban jöhetett létre. Hát ugye az ember idővel fejlődik, és akkor az első munkáit már bénának tartja 10 évvel később. Így van. Pontosan. Nos, az Artwise Egyesület egyik alapító tagja vagy. Hogyan kezdődött ez az egyesület megalakulása? Milyen terveitek voltak elején? Hát az egyesület megalakulása az úgy kezdődött, hogy már létezett egy kis csapat, 3-an elkezdték ezt, és engem így utólag találtak meg. Molnár István, Oláj Ildikó, és még volt egy harmadik srác, aki aztán kilépett, és gyakorlatilag hát nem tudom, hogy átvettem a helyét, vagy csak én is beszálltam ebbe a történetbe az ötleteim miatt, de a lényeg az volt, hogy közösséget akartunk teremteni, és olyan dolgokat csinálni, amihez értettünk. Most mi volt az, amihez mi értettünk? Hát én tudtam, hogy működik a képzőművészet valamilyen szinten, tudtam, hogy működik egy kiállítás, vagy ha nem tudtam, akkor beletanultam időközben. Ott volt Ildikó, aki tudta, hogy hogyan kell egy divatbemutatót létrehozni, mi az, hogy divat egyáltalán. Ilyen fogalmakkal ismerkedtünk akkoriban, és próbáltunk valamit összehozni belőlük. És aztán ott volt Molnár István, aki nagyon jól értette azt, hogy hogyan lehet ezt a két oldalt kézben tartani. És az adminisztratív dolgokat, amihez például nekem egyáltalán nincsen közöm, és nem értek hozzá, azt ő mindig nagyon jól irányította. Talán így alakult meg az Artwise, így dióhéjban, és a terveink, hosszú távú terveink, azt hiszem, hogy nem is voltak. Tehát mi azt akartuk csinálni, ami a legelérhetőbb számunkra, és el tudjuk végezni. És akkor ezek pontosan ez volt, amit mondtam neked. Kiállítás, valamint divatbemutatók, különböző események. Voltak például ilyen Artwise Talks néven futó eseményeink is, ahol gondolatokat ütköztettünk meg művészek vagy alkotók között. Tehát ezzel csak arra akarok reflektálni, hogy nem volt egy ilyen nagyon konkrét terv, hanem akkor úgy indultunk el, hogy lássuk, mi az, amit meg tudunk csinálni, és azt akartuk, hogy többnyire jó legyen. Tehát a divat és a művészet iránt kedvelő emberek összegyűltek, és lett egy jó kis csapat belőle. Így van, igen. Most az Artwise Galéria művészeti vezetője vagy, sok munkába telt eljutni idáig, hogy vezető legyél. Hát igen, sok munkát, tehát így 6 éve kezdtük el ezt az egészet, hogyha visszagondolok, akkor baromi sok munka van benne. Nehéz valamit menedzselni, úgymond. Tehát nem egyszerű az, hogy az ember a semmiből létrehozzon egy rendszert, mondhatni a káoszba struktúrát építeni valamilyen szinten, és azt fenn is tartani. Tehát ez olyan, mint egy gyermek, ugye minden nap kér egy kicsit enni, minden nap kell egy kicsit figyelni, foglalkozni kell vele, gyarapítani kell, úgyhogy elég sok munka van benne, az az igazság. Uh-huh. Mit gondolsz, a mai generáció hajlékony arra, hogy mindent megtudjon a művészetről, vagy zárt elmélyűek? Nyitnak a művészet felé, vagy inkább nem? Hát a mai generáció szerintem baromi kíváncsi a művészetre, és nem tudnám azt mondani, hogy zárt elmélyűek, sőt, a legfrissebb generációk azt veszem észre, hogy engem nagyon pozitívan szoktak meglepni, pláne nálam fiatalabbak, mennyire kíváncsiak, és mennyire készek áldozatokra, akár a művészet iránt is. Ugye mi dolgozunk együtt fiatal művészekkel, és látom, hogy már nekik is gyakorlatilag a saját generációjukból jó kis követő csapatjuk van, aki szinte minden kiállításukra eljön, akik nem művészek. Tehát, hogy igenis, és én nagyon, nagyon pozitív véleménnyel állok a legfrissebb generációkhoz. Igen, ez azt hiszem megválaszolta a kérdésed. Szenzációs. Szerinted nehéz elhelyezkedni sikeresen a művészet világában, hiszen nem mindenki ér akkor a sikereket, mint te, festőművészként akár. Hát nagyon nehéz, igen. Nagyon nehéz elhelyezkedni a művészet világában, mert nagyon sok mindenem múlik, hogy el tudsz helyezkedni benne. Tehát ez nem akarok rossz példát mondani, de nem hasonlít ez a pálya mondjuk egy mérnök pályájához, vagy egy informatikuséhoz, hogy akkor te megtanultál 2 programozási nyelvet, és akkor 6. haszakad, szinte biztos, hogy ebből ezt te tudod hasznosítani, és lesz belőle anyagi hasznod is, nem csak, nem tudom, intellektuális kielégülésed. Ez nehéz, nagyon nehéz. És a lényeg benne szerintem minden művésznek az lenne, hogy olyan sokáig tartson ki mellette, ameddig csak lehet. Tehát minél hamarabb történik az, hogy egy tanuló, egy diák az egyetemen mondjuk munkába áll, annál biztosabb, hogy a képzőművészetből már nem fog megélni. Tehát kitartásra bíztatok mindenkit, aki ezt a pályát választja, akármilyen nehézségekkel jár is. Hát ugye sok a munka, sok a kitartás, és sok alázat is kell hozzá, hogy sikereket érjünk el. Pláne a művészet világában nagyon nehéz. Nos, rengeteg kiállításod volt már. Mennyi munkával és időbe telt összehozni egy kiállítást? Melyik volt a legemlékezetesebb? Tehát gondolom, sok munka egy ilyen kiállítást összerakni. Igen. Hát, mennyi időbe telik egyet összehozni? Volt olyan, amelyikre fél évet készültünk, de vannak olyan kiállítások, ami még nem igényelnek nagyon nagy előkészületet. Ez attól függ, hogy el kell menni másik városba például, másik országba, erre is volt példa, vagy itt a szomszédban hozzuk össze, vagy Kolozsvár főterén valahol. Tehát, hogy ez ettől is függ, valamint attól, hogy hány alkotót vonz be, mennyire komplex a téma, mennyi ideig kell keresni a megfelelő alkotókat és alkotásokat. A legemlékezetesebb, hát az talán az lehetett, amikor meghívtak minket Sárospatakra kiállítani, a Zempléni Fesztiválra, ahová nagyon, nagyon sok alkotást vittünk, és alkotókat is vittünk magunkkal. Tehát ez volt az első olyan eset, hogy igazi meghívottként vettünk részt egy kulturális eseményen, fesztiválon, és első ízben tapasztaltuk meg azt, hogy milyen az, amikor, hogy akkor itt most tényleg egy komoly szerkezet, egy komoly szervezet vár el tőlünk valamit, és ők hozzá is járulnak ahhoz, hogy mi ezt létre tudjuk hozni. Tehát segítettek elvinni a munkákat, szállást biztosítottak, stb. Stb. Ez olyan volt, mint egy fellépés gyakorlatilag, mint egy előadás, csak mi kiállítást vittünk, ez volt az előadásunk. De hát a munka ugyanannyi volt, a háttérmunka benne, szóval... Persze, igen. Attól nem lehet megszabadulni, az mindig van. Ja. Ilyen sok szakmai siker után gondolom a megállás az nem egy opció. Mik a terveid szakmailag a jövőre nézve? Hát sok szakmai sikerről beszéltünk-e, azt nem tudom, de köszönöm, nagyon kedvesen fogalmaztál. Nem gondolod, hogy a sikerkiállításokat megszervezni, nagyon nehéz ezeket is ugye összerakni, mert maga is siker egy kiállítás, hogyha megjelenik. Igen, persze. Hát az az igazság, hogy mi még a pályafutásunk legelején vagyunk, még így 6 év után is, tehát az első évek azok csak tapogatózás volt, aztán elkezdett komolyra fordulni a szó, akkor mi is elkezdtünk hinni benne, elkezdtünk bízni ebben a dologban, amit elkezdtünk. És voltak sikerek, igen, de így 6 év után is gyerekcipőben jár ez a téma, és minden erőnkkel fejlesztjük, mert legalább annyit nyertünk 6 év alatt, hogy most már eléggé tisztán látjuk azt, hogy milyen irányba akarunk haladni, ami nagy dolog. Ez az egyik legnagyobb sikerünk szerintem, hogy kezd kitisztulni az égbolt, és látjuk, hogy merre kell vinni az Artwise-t. Egyébként most itt gyorsan kihasználnám a lehetőséget, hogy megemlítsem, hogy már nem sokáig vagyunk Artwise, mert meg kell változtatnunk a nevünket. Na, hogy? Amikor 6 évvel ezelőtt elkezdtük, akkor nagyon sok minden járt a fejünkbe, csak az nem, hogy biztosra menjünk, hogy ez a név nem-e annyira jó, hogy esetleg másoknak is eszébe jutott velünk egyszerre a világon. Hát. Pontosan ez történt, sőt volt, akinek sokkal hamarabb eszébe jutott, mint nekünk, és le van védve az Artwise név, úgyhogy hamarosan egy nagyon komplex feladat elé kell állnunk, meg kell győznünk a követőtáborunkat, hogy más név alatt is ugyanazt a minőséget tudjuk hozni, és hogy ugyanazok vagyunk. Úgyhogy jön egy névváltoztatás. És akkor visszatérjek a kérdésedre. Hát nem, a megállás az persze nem opció, folytatni kell. Egyre jobban bízunk benne, egyre jobban látjuk, mint említettem, hogy mit akarunk ebből az egészből. És mik a terveink a jövőre nézve, hogy kicsit konkrétabban is kitérjek rá. Szeretnénk egy igazi galériává válni, ami már most elkezdődött, tehát ahogy megvan az új név, akkor azt be fogjuk jegyezni, mint hivatalos galéria, és folytatjuk a kiállításokat, és... Szuper! Ja. Na hát akkor további sok sikeres kiállítás, sikeres bemutatót kívánok az Artwise-nak, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm a meghívást, és folytasd te is kitartást. Köszönöm szépen, további szép napot! Köszönöm, szia! Na, remélem István segített betekintést nyújtani a művészet világába, és remélem élveztétek a mai adást is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!